Üdvözlöm a kedves nézőinket! A mai nap délutánján Hajdúnánás és Szeghalom csapata mérkőzését nézhetjük meg közösen. Ez a Magyar Kézilabda Szövetség által rendezett első osztályú serdülő bajnokságnak a 11. fordulója. Hajdúnánás csapatát sötétkék mezben, Szeghalom csapatát pedig ebben a érdekes színű zöldes szerelésben láthatjuk. Ugye, mint mondottam, ritkán látunk ilyen mérkőzést. A serdülő korosztályuk, a középiskolás lányok, talán így lehet a legjobban belőni, a középiskolás lányoknak a korosztálya, akik az ország 12 legjobb csapatában vannak benne. A első osztályú serdülő bajnokság arra hivatott, hogy a legjobb ilyen idős korú játékosok tudjanak egymással megmérkőzni. A kelet és nyugati osztályra sorolta a Magyar Kézilabda Szövetség ezeket a csapatokat, akik neveztek, illetve akik bejutottak tavalyi eredményeik alapján ide ebbe az osztályba. Nagyon-nagyon-nagyon erős mérkőzéseket tudhatunk eddig magunk mögött. Látjuk, az eredmények sajnos nem tükrözik azt, hogy milyen ügyesek a hajdúnánási leányzók. Eddig lejátszott 10 mérkőzésből 2 győzelemmel és 8 vereséggel állunk. Mind-mind olyan vereség, ami már ilyen akadémista lányok és nagyon múltú lányok ellen tudtunk küzdeni. De nézzük is akkor a mérkőzést. Szeghalom kezdte a meccset. Ők adogatják körbe a labdát, Hajdúnánás csapata pedig, mindjárt megismerkedünk a lányokkal, 6-os fallal kezdik a védekezést. Már is egy erőszakos betörés. Én azt gondolom, kedves nézőink is fogják látni, hogy nagyon jól felkészült csapatról van szó, akik ezt a kézilabda játékot már nem csak próbálgatják, hanem igen-igen jól játsszák. 51-es számmal Kis Virág lőtte a vendégek első gólját. A hazaiak Hajdúnánás csapatában bal szélen Csépke Eszter, Murvai Lilla a bal átlövő, Kónya Fanni irányít, Szabó Fuzsina a jobb átlövő, Rázs Zsófi a jobb szélen van, közben egy lövés, Murvai Lilla lövését fogja a kapus. És Takás Dorina pedig a beálló, aki éppen vissza is ért, és Murvai Lilla jól fautolta a szeghalmiak támadását. Kapuban pedig Cipa Kitti fog mai mérkőzésen védeni, mint hogy minden mérkőzésen ő egyedüli kapus sajnos ebben a korosztályban, hogy váltótárs nélkül próbál ma is a legjobbat nyújtani. Ezt egy kicsit szigorúnak ítéltem. Láthatjuk, hogy a Szeghalom irányítója nagyon agilisen tör be a 6-os falba, és a játékvezetők azonnal 2 percre kiáltották Kónya Fannit, aki egyébként egy rendkívül jó játékosunk. Mind támadásban, mind védekezésben vezérszerep hárul rá a hajdúnánási serdülő csapatban. Nézzük, hogy ember előnyben egy kicsit a izgalom, de nekünk csak jó, elejtik a labdát. Takás Dorina, egy kicsit nyugodjunk meg. Na, megvan a labda. Ember hátrányban vagyunk ugyan, de megpróbálunk így is gólt lőni. Takács jön ki most ki a falból, ugye ember hátrányban. Itt ebben a korosztályban még kapust nem szokták lehozni. Épp ezért egy keresztmozgással próbáljuk becsapni. És nagyon jól ott van a Takács, Murvai Lilla. Nagyon szép paszt adott, sajnos az első helyzet kimarad Takás Dorinának. Egy kereszt mozgással próbálnak, de ez megint a miénk a labda. Rázs Zsófi szerez labdát. Talán labdaszerzés után egy kicsit besokalt, lehetett volna passzolni a labdát, de és ezt kihasználják, hogy lassan érünk vissza. Így a Szeghalom 14-es játékosa Kovács Anna góljával már 2-0-ra vezet a Szeghalom. Szeghalom csapatáról érdemes tudni, hogy eddig 9 mérkőzést játszottak, ebből 1 győzelmük van, és 8 vereségük. Kicsi idegesen kezd a hajdúnánási csapat. Egy eladott labda után ismételten gyorsan jönnek rajtunk végig, és a harmadik lövésből már a harmadik gólt kapjuk. Hát erre szoktuk azt mondani, hogy
bent maradtak a lányok a öltözőben. Még 15 másodperc van a ember hátrányunkból. Ezt támadjuk végig. Szabó, Csépke, Murvai Lilla tör rá középen. Nagyon jó bátor lövés, egészen távolról, 10 méterről lőtt el. Bravo Lilla, kellenek ezek a jó lövések. És áj, és sajnos védekezésben ő is érzi, hogy ez 2 perc. Szeghalom Balát lövője, Kovács Szófia nagyon nagy lendülettel ment rá, nagyon szép cselt csinált, és csak 2 perces kiállítás árán tudtuk fautolni. Kicsit álmosan kezdünk, és újabb 2 percig ember hátrányban vagyunk. Nézzük a Szeghalom, az első 2 perces előnyüket szerencsére elrontották, és most megint csak elég simán Kisvirág második góljával. Nem nagyon volt kilépés. Csépke, Kónya Fanni most. Takás Zsolina ugyanúgy kijött irányítóba, és onnan próbáljuk megbontani a falat. Keresztmozgással Csépke tör rá. Kónya, Rázs Zsófi, Szabó Fuzsina. Mutatja magát a beállós már a falban. Fuzsina teszi tovább. Kónya Fanni nagyon sportás. Nagyon-nagyon szépen menve pedig a Kónya Fanni, én azt gondolom, ez büntető volt, és már is a Szeghalom gyorsan tör rá a falban, ismételten nem értettük meg egymást, és így a mérkőzés 5. percében már a 5. gólt kapjuk. Na gyerünk lányok, talán egy kicsit még a iskolában ragadtunk, és nagyon izgulnak a lányok, szemmel láthatóan. Rász tör rá, Kónya Fanni érkezik lendületből, ezt jól sáncolják. Rász Kónya, Szabó Fuzsi most Balát lőbe tör rá, próbál cselezni, és Csépke Esztert próbálta helyzetbe hozni. Sajnos labdája az oldalvonalon kívül ment. Szeghalom újra támadásban, még fél percig ember előnyben támadnak. Most egy picit megtorpan a Szeghalom, és egy felállt fal ellen szeretnék egy támadást, de nem nagyon van előttük feltartóztató erő, elég simán mennek be két ember között. Hajzer Anna első góljával 6. percben, már 6-1, és várható volt, igen, Tarné Hadadi Beáta edző kollega kér időt, hívja ide a lányokat. Beszélek most, hogy hagyjuk őt ott középen, jó? Mert az nincs helye cselezni, mert sokan vagyunk ott, ott van mellette párhuzamosan, ott jönnek a védők, hogy hagyjunk ott neki területet cselezni, vagy erre indítunk, vagy erre indítunk, vagy amarra, ha nem tudod bevinni, akkor érkezünk a két oldalon. Jó. Gyere, ez az, bravo! 2-3. Hallhatták tehát a szeghalmi csapatnak az időkérését, mi pedig itt a hajdunás csapatnak a időkérését hallottuk. Hát Bea néni, a lányok Bea nénie nyugalomra intette őket, és határozott védekezésre. Ugye elmondta, hogy védekezésben, amit láthatunk is, nagyon simán, könnyedén mennek át ezek a erős, robosztus szeghalmi lányok, és könnyen, nagyon könnyen kerülnek gólhelyzetbe. Támadása pedig Zicserig való játékot kér, most Murvai, Szabó, újra egy keresztmozgás, Rázs Zsófi tör rá nagyszerűen, na végre törjük a kapra, Kónya Fanni,
és egy pici szerencsémű gól is lett, de már belépett, ezért büntetőt adtak a játékvezetők. Nézzük az első büntetőt, Szabó Fuzsi áll oda. Gyerünk, Fuzsi, kell ez a gól, hogy nyugodjunk meg, és tudjunk felzárkózni. Szabó Fuzsina tehát a 7 méteresnél. Az erővel nem volt probléma, az irányzékkal néhány centi, és nagyon jó, végre egy ütközés Kónya Fanitól, és megint nem tudtunk hatékonyan védekezni, egy nagyon jó ütközés volt, nem tudtuk megállítani, tovább tette a labdát, és ebből már zicserbe került újra a Szeghalmiak átlövője. 25-ös számmal Kovács Szófia. Maga biztosan, egy lövőcsel után lövi be ezt a 7 méterest, ezzel 7-1. Murva Illa nagyszerűen cselez. Kónya teszi ki nagyszerűen, és Rázs Zsófi jobb szélről megszerzi a második gólunkat. Na gyerünk, lányok! Azonban a szeghalmi lányok, úgy látom, nincs megállás, roppant gyorsan hozzák át a pálya területén a labdát. Akár gólt kapnak, akár labdát szereznek, nagyon-nagyon gyorsan próbálják végighozni, és ebből gólt lőni. Lehet látni, hogy nagyon jól cselez három középső lányzó, és ők az egy az egyekre fognak építeni. Hát reméljük, hogy a nánási lányok ezt kiismerik, és megpróbálunk jól védekezni. Kónya Fanni, ez egy jó kilépés, és Csépke Eszter nyúl még oda. Végre volt egy kilépés, volt egy jó fault, bár még mindig tovább tudta tenni a labdát, de az lenne ilyenkor a illomos, hogy ne tudja tovább tenni a labdát. Megint ketten lépünk ide, megvan az ütközés, Csépke Eszter. Ja, és egy hanyag passzal, de megvan az első védésünk, de sajnos már ez hihetetlen. Közben látom, hogy Kónya Fanni a mérkőzés 9. percében a második 2 perces büntetését kapja, a 7 métereshez pedig kis virág áll oda. Bravo! Nagyon jó! Cipa Kitti a előző védés után most egy 7 méterest is hárít. Bravo, Kitti! Marad a 7-2, de 2 percig újra ember hátrányban. Takás Dorina, a beálló, kijön irányítóba, onnan kezdünk el egy keresztmozgást. Ami úgy látszik, egy jó begyakorlott mozgás. Csépke Eszter nagyszerűen cselez, nagyszerűen hozza a helyzetbe magát. Bravo, Eszter! Balszéről egy az egyben bevállalta, megverte az emberét, és nagyszerűen belőtt a kapu rövid oldalába, viszont védekezésbe ismételten könnyedén megy át. 47-es számmal Hajzer Anna, nagyszerű egy az egyezés után tör be újabb 7 méteres. Kovács Szófia a büntetőnél, és egy lövőcsel után a visszahúzott alsó sarkot választotta most. Hát nem úgy alakul eddig a mérkőzés, mint ahogy szerettük volna. Ugye nagyon bíztunk abban, hogy egy jó kezdés után egy jó mérkőzést tudunk játszani. Murvai Lilla megint csak nagyszerűen megy fel, bravo Lilla! Ilyen jól tudunk lőni, akkor ezeket be kell vállalni. De újra jönnek gyorsan a szeghalmi lányok, gyors középkezdés után. Egy kapufával, szerencsére. És sajnos talán most Murvai Lilla kap 2 perces büntetést. A kis virágot, ahogy az induló csel megcsinálta, talán a fejét eltalálta. És sajnos 2 perces büntetés kapott utólag. Ugye a továbbment előnyszabályt adtak a játékvezetők, a zicert viszont kapufára lőtte a szeghalmi játékos, ezért nem lett belőle gól, de 20 másodpercig 2-s ember hátrányba támadunk. Gyerünk, lányok, támadjuk a falat. Közben érkezik Olá Lotti, csapat legfiatalabb játékosa. Szabó Füzsina tör rá nagyszerűen. Bravo, hát ebből kellene sokkal több. Nagyszerűen bevállalta az egy az egyezést. Sajnos a játékvezetők belefújtak, de látjuk, hogy könnyedén lehet gólt lőni. Kónya Fanni érkezik vissza támadásba. Így most már csak szimpla ember hátrányba vagyunk. Ugye a negyedik büntetésünket töltjük.
Szabó Fuzsina, Kónya Fanni, Ola Álotti, passzolja Kónya Fanninak, Ola Álotti kanyarodik középre, Szabó Fuzsina cselez, Ola Álotti egy jó csel, után próbálja tovább tenni, de ezt a paszt elcsípik. Próbáljuk utolérni, és nagyszerűen utolérte Szabó Fuzsina, ott volt, ott loholt a sarkában, és talán emiatt is fölé ejtette a szeghalmi játékos. 8-4 a mérkőzés állása, 11. percbe, és még egy percig ember hátrányban vagyunk. Mutatják a lányok a egyes mozgást, hol áll Lotti Csépkeszternek, Eszter fut be, Lotti nagyszerűen cselez, kifele, és sajnos a rövid oldalt választotta, és így nem ment be. Az egyezés megint csak jó volt, a helyzet kihasználás nem volt jó. Bravo Csépkeszter, nagyszerűen védekeztünk most a beálló ellen, Rázs Zsófi kapja a labdát, nagyszerűen ért vissza sajnos a hazaiak bal szélsője, és megszerezte a labdát, és már ő van az ígyszerben, próbálott cselezni, újra kis virág, szemből, nagyszerűen Kovonya Fanni jó volt, szemből ütköztünk, és szemből állítottuk most meg az 51-es számú szeghalmi játékost. 7 másodperc van még a ember hátrányunkból, nem soká meg vagyunk, és úgy látom, hogy meg is vagyunk, Murvai Lila érkezik, zsiványan próbált labdát szerezni, bravo Lotti! Lotti nagyszerűen védekezett, a bejátszásba belekapott, és így meghűsított egy gólhelyzetet. Sajnos azonban ezt irányított labdának, hazaadásnak ítélték meg, ezért szabadobás a szeghalmiak javára. Újra adogatják körbe, támadják a falat középről, egy talpról való lövés, után újabb hiba. Talán ez már jó lehet nekünk, hogy kicsit lehet, hogy elbizonytalanodtak, és 2-3 rossz lövés most besült, most kell megfordítanunk a mérkőzést. Végre, ritka kimondani, emberazonosságban vagyunk, 6-6 ellen támadunk, Murvai Lilla, Szabó Fuzsina tör kapura, nagyszerűen Kónya Fanni, gyönyörű helyzet, gyönyörűen hozta a helyzetbe, és azt gondolom, hogy ez is 2 perces büntetés. Egy nagyszerű keresztmozgás után hoztuk helyzetbe Kónya Fannit, aki csak itt, csak 7 méteres állán tudtak megállítani. Nézzük a büntetőnél. 2 lövőcsel után bravo Fanni, maga biztosan a kapu jobb oldalába lőtte a labdát. 1008-5 a mérkőzés állása. 14. percre fordulunk, egy kicsit remélem, hogy magunkhoz tértünk, és most már benne vagyunk a mérkőzésben. Sokat kell védekezésbe ütközni, sokat kell megállító fautokat csinálni. Újra sajnos a 6-os falon vártunk, nem volt kilépő, így a 51-es számú kisvirág 3. gólját szerezve 9-5-re alakul a mérkőzés hely állása. Ugye ez a zár 6-os falban azért kell kilépő, főleg, hogyha ilyen jól lövő lányok vannak, azért oda kell erre figyelni. Kónya Fanni hoz a helyzetben megint nagyszerűen Rács Zsófit, aki jobb szélről nem tud hibázni. Bravo Zsófi, 2. gólját lőtte ezen a mérkőzésen. Na, megvannak végre támadásban azok a gólok. Kezd összeállni a támadás, most már védekezésbe kell. Kónya Fanni 2-esbe védekezik, ugye 2-2 perce van, ezért vigyázni kell, hogy nehogy kiállítsák piros lappal. Szabó Fuzsina most 3-asba, ott próbál ütközni, Murvai Lilla is vele próbálja kitenni szélre, de Eszter jól ütött ide a csépke Eszter, ezáltal lassult a labda. Fuzsina! Ezek a kilépések, olyan nagy rösssel lépünk ki, a kisvilág nagyon jól cselez, és megtalálja ezek a kilépőket, jól cselezi ki. Kicsi magabiztosabban kell nekünk oda lépni és megfogni ezekben a cselekben, amikor beleáll a cselbe. Kónya Fanni próbál labdát lopni, aztán egy kifacsart helyzetből sajnos újabb gól, nem tudtuk megállítani. Kisvirág 4. gólját lőtte. Murvai Lilla viszont nagyon jól az első hibáért, talán faut volt, de a játékvezető tovább engedte. Nem baj, lőni kell Lilla bátran, nagyon jól lő a Murvai Lilla, neki ez kell, újabb jó csel középen. Újabb jó bejátszás, és a 4-es számú Kecskeméti Dorka góljával 11-6 mérkőzés állása. Murvai Lilla nagyon jó veszélyt Rács Zsófit, aki nem tudta most elvállalni, de jól próbálta helyzetbe hozni Kónya Fannit.
Mulvai Lilla mondja be a mozgást. Ötös mozgást mondják jobbra. Nézzük. Kónya Fanni ott hagyja a labdát Mulvai Lillának. Érkezik középre vissza Lillának, aki nagyszerűen lő. Negyedik lövéséből a harmadik gólját szerzi. Van egy nagyon jó átlövünk, egy nagyszerű jobbszélsünk. Ki kell használni ezeket, lőni kell bátran a Lillának. És meg kell teremteni a helyzetet akár a Bálónak, akár a jobbszélső Rász Zsófinak. Na nézzük ezt a védekezést újra. Úgy látom, hogy a Hajdunánás csapata igen védekezést vált. Áj, de amíg ott nem tudunk ütközni, addig mit sem ér. Ütközés nélkül megy be újra abban megint csak a szekalmi játékos. Megint jól tesszük ki Rász Zsófinak, aki nagyszerűen harmadik lövéséből a harmadik gólját szerzi. Bravo Zsófi! És végre mi is tudtunk gyorsan lerohanni, gyors középkezdésből, két passzból helyzetet tudtunk teremteni, és ebből gyors gólt tudtunk lőni. 12-8 a mérkőzés állás, a 17. percben járunk. Egy picit szuszalnak a szekhalmi lányok, látszik, hogy kicsit minthogyha elfáradtak volna, vagy remélem, hogy jól érzem, hogy fáradás jeleit mutatnak. És továbbra is Hajdunánás a zavaró védőre áll. Csépke Eszter fogja a labdás ember zavarni itt elől, próbálott ütközni. Nagyon jó, szemben maradt vele, és megvan a labda! És már is volt egy ütközés, már is egyre jobb. Bemennek 4-2-re, két beálló van, talán egy borítás volt. Én azt éreztem, hogy a labda vezetésben nem volt teljesen tiszta. Jó. Eszternek meg kell adnia a 3 métert, és kijön, nem jön ki a iránytól, tehát benn maradnak két beállóval. A Edi Basszélen játszók lányzó érkezett bal átlövőbe, és egy új basszélső van a Szeghalom csapatában. És a 47-es számú játékos... Nem. Én azt gondolom, hogy szemből ütközött a Mulvai Lilla, szemből megfogta, ez a póló felcsúszott ezen a felsőn, és ez egy talán egy rossz ítélet volt. És ez eléggé rossz hír számunkra, hogy az eddig támadásba reveklő Mulvai Lilla a 18. percbe a harmadik 2 perces büntetését kapja. Ezáltal a piros lappal sajnos a lelátóra kell ülnie. Hát ez nagyon szomorú. De legalább a Szeghalom ezt elvétette, vagy sportszerűségből visszaadták a labdát, ők is érezték, hogy ez nem volt kiállítás. Újabb ember hátrányban vagyunk. 2 percig próbáljuk tartani az eredmény. Kónya Fanni nagyszerűen 1-1. Bravo Fanni! És itt is befújják a 7 méterest, és 2 perces a 4-es számú kecskeméti Dorkának, így emberazonosságban vagyunk. Kónya Fanni, ugye mondtam a mérkőzésen, hogy nagyszerűen cselez, erre lehet építeni, most is jól cselezett, és a eredmény egy 7 méteres. Nézzük a 7 méterest, tehát Kónya Fanni. Megint két lövőcsel után a kapu jobb oldalába lőtte Kónya Fanni saját maga második gólját. 12-9. Hát ahhoz képest, hogy már 5 kiállítást kaptunk, és a csapat egyik legjobbját, Mulvai Lillát elvesztettük a 18. percben. 3 gól a deficitünk, ez abszolút jó, innen kell felállni, lányok, innen kell jól védekezni. 5-5-ben játszunk, ó, és eladják a labdát! Aztán majdnem visszaadtuk, de szabálytalanság, így 1 percig még 5-5-ben támadhatunk. Rász Zsófi nagyszerűen szerzett labdát. Csépke Eszter jön balátlőbe. 5-5-ben óriási helyek vannak, lányok, bátran rá kell törni a kapura, cselezni. Eszter teszi azt, Kónya Fanni kerül helyzetbe, és basszéről nagyon jól használja ki a helyzetet. Bravo Fanni! 12-10. Na, nincs itt semmi baj, kérem szépen, nagyon jó lesz ez. Itt kell összeszedni a védekezést. Még mindig Szabó Fuzsina most középen, nagy feladat vár rá, mert egy nagyon jó cselező játékosok ellen kell jól védekeznie. Megint csak jó az ütközés, de sajnos túljut rajta. Ezt kellene megakadályozni, hogy
tovább tudjon menni, le tudjon csorogni róla. Úgy kellene megfogni, hogy ne tudjon tovább lépni. Nyilván könnyű innen a oldalvonal kintről, de újra csel, Szabó Fuzsina, jól cselez, bravo! És most már látszik a lányokon, hogy agresszívan jól védekeznek, így tovább. Kis törkapura, újra Szabó Fuzsina ütközik, és Csépkeszterrel közösen tudják megállítani Kis Virágot. Kis Virágnál újra a labda. Hát, és ez nagyon sima védekezés, de nem! Megint csak nagyon-nagyon simán tudott bemenni. 47-es számú Hajzen Anna. Hát ő is nagyon jól egy az egyezik, és ezek az egy az egyekből rendre gólokat, vagy 7 métereseket lőnek. Kis áll oda a 7 métereshez. Gyerünk, itti kell egy bravúr. Eltaláltuk az irányt, de sajnos nem sikerült hárítani a gólt. Kisvirág 5. góljával, újra 3 gól. Közben 6-6 ellen támadunk, úgyhogy nehéz ezt így kimondani. Csépkeszter sajnos a kiugró 3-as védő egy picit megzavarta, és így eltotyogtuk, eladtuk a labdát. És akkor a hajdunálás csapata továbbra is egy nyitott védekezéssel próbálkozik, Csépkeszter van elől, ő próbálja zavarni a labda átadásokat, Szabó Fuzsina a hátsó közében, Kónya Fanni és Rácz Zsófi pedig a 2-2-esbe próbál meg védekezni. Szélen közben Kozma Panna érkezett, csapatunk bal szélső pozícióba, jobb szélen pedig Takács védekezik. Na, volt végre egy ütközés, bravó lányok! Hát egy súlypontot képeznek, és célt téveszt a átlövőjüknek a labdája. Kónyánál már a labda. Csépkeszter bal átlövőbe, Kónya. Szabó Fuzsina törete. Júj! Nagyon ügyesen ment végig, kicsit félve mondom, hogy büntetőt kaptunk. Itt elhangzik a nézőtéren is, hogy ennek köze volt, nem volt a 7 méteres. Ezt dicsérjük azt, hogy Fuzsina bátran bement, és a játékvezető 7 méterest adott. Kónya Fanni a büntetőnél. És most a másik oldalt választja. Bravo, Fanni! Na, nagyon jó recept. Gyorsan vigyük fel a labdát. Alakítsunk ki helyzetet, és ebből pedig, hogyha nem gól, akkor a 7 méteres majd Fanni be fogja lőni. 23. percben állunk, és 13-11 a mérkőzés állása. 15-ös számmal Macsári Klaudia tölt rá, elnézést, a 25-ös Kovács Szófia volt ő, aki jól cselez, de mostanában rendre céltévesztenek a lövései. Újra, áj, újra 47-es számú játékos cselezett, és jól hozta a helyzetbe a 13-as számú Ács Esztert, aki jobb szélről jobb kézzel megtalálta a helyet a kapuba. Támadásba pedig kicsit elhamarkodtuk, és újra elvették tőlünk a labdát, mert a hajdunánási kispad Szeghalmi támadás, és úgy látom, hogy a versenybíró két időt, és a vendégcsapat edzője kapott sárgalapos figyelmeztetést. Valami nem tetszett neki, és így a folyamatos beszédért, ugye a kispad is kaphat sárgalapot, a labda ilyenkor a hajdunánál csapatáé. Jó, és akkor hajdunánási ez a kis közjáték után. Reméljük, hogy játéké lesz megint csak a főszerep. Hát a hazai kispad sárgalapja után újabb nánási támadás. Kónya, egy hamis megoldást próbálunk. Egy beálló léptetés szerettünk volna, és cselesen próbálták a lányok megoldani. Egy picit pontosabb a labda, akkor gólt is tudunk ebből. Közben Szabó Fuzsina törre, nagyszerű átadás. Kónya Fanni lőtt, és szabálytalankodtak, egyértelmű szabálytalanság. Nézzük a szabaddobás utána. Szeghalom is úgy látom, hogy próbál a védekezésbe váltani. Ez a hatos fal, zárt hatos fal után próbálnak kilépni Takás Zsorina, passzol Szabó Fuzsinának.
Rázsófi megint csak jól tör be, Szabó, Kónya Fanni, vissza Szabó Fuzsina, talán lehetne balra is tenni a labdát. Szabó Fuzsina próbál rátörni, de jól fogták most meg, jól állították meg ezt a támadásunkat. Csép Keszter, Szabó Fuzsinára tesz tovább, Kónya Fanni egy-kettő között lő be. Hát talán ez is lehetett volna büntető, Kónya Fanni nagyszerűen ment be egy-két ember között. Passzív jelzés van, úgy látom, illetve nem látom, hogy mennyit mutatnak a játékvezetők. Ugye a kettő passz mutatnak, tehát el kell lőni. Mutatja a játékvezető, hogy onnan kell elvégezni a labdát, ahogy mutatják. Sípje erre Kónya Fanni, jól értek ki, jól ütköztek vele, próbál a Fanni bemenni, de sajnos jól fogták meg. El kell lőni, utolsó passz, jól adják hátra, Kónya Fanni pedig megta, nagyszerű Fanni, bravo! Na, Fanni most hátára vette a csapatot, és 14-12-re alakul a mérkőzés állása. 5 perc van az első félidőből. Gyerünk lányok, kell ez a védekezés, és nem lesz itt baj, meg tudjuk fordítani ezt a mérkőzést. Kis törkapura, Rázsófi szemből még éppen meg tudta fogni, még keményebben, még jobban meg kell fogni. Újabb helycsere, kis virág törbe, talán szemben maradunk vele, még akár egy belemenést is el lehetett volna itt adni. Érződik a szeghalmi lányoknak egy kis bizonytalanság. Ó, és most megint csak ezek a fránya egy az egyek, ezek a fránya cselezések szemmel láthatóan könnyedén tudnak egy az egybe előnyt teremteni, és a Zsófi nem engedte el, hátulról fogta, ezért 2 perces büntetést kaptunk, én azt gondolom most jogosan. Újabb, már nem meglepően 2 percig ember hátrányban vagyunk. Szeghamjak teszi tovább a labdát, jobb szélre teszik megint, jobb kézzel lép be, és sajnos Ács Eszter második gólja innen jobb szélről. Cipa Kitti dereka mellett jól találta meg a helyet, és jól lőtte be, és most nem egyszerű hajdunálásnak a helyzete, újra ember hátrányban kell támadni. Fuzsina tör kapura, Szabó Fuzsinát fautolták, nem baj, kell bátran, kellenek ezek a lövések, kellenek ezek a betörések, a kispadról is biztatják a nánási lányok egymást, lehet hallani, hogy gyerünk lányok, bátran támadni a falat. Csépkeszter, nagyszerű, miért fújunk bele? Egy jobb szélső befutás után Fuzsina, Szabó Fuzsina került volna a helyzetbe egy nagyon jó támadás után, sajnos belefújt a játékvezető, Csépkeszter, Kónya Fanni tör rá, ott a beálló előtte, Eszter megint, próbál bemenni két ember között, de hát ember fölényben vannak, így összezárnak és megfogják. Kónya Fanni egy nagyon jó átemelés, újra helyzetbe kerül, de kérem szépen bele, akár belül védekezést is lehetett volna fújni. Gyerünk Fanni, bátran, bátran! Kozma Panna fut be közbe, az emberek mögé, Csépkeszter, nagyon jól cselez, tovább Kónya Fanninak, és ember hátrányba is nagyon jól rántják össze a falat. Csépkeszter nagyon jól cselezett egy az egyben, tovább tette a Kónya Fanninak, aki maga biztosan lőtte be. 13-15 a mérkőzés állása, még 20 másodpercig ember hátrány, gyerünk lányok, védekezzük ki ezt a támadást, aztán pedig jó szájízzel menjünk a szünetre. A kapufa már segített nekünk, a kipattanóért pedig jól küzdöttek a lányok, és egy kis szerencsével, de hajdunálásé a labda. Nagyon jó. Még 4 másodperc, és már is megvagyunk, tehát emberazonosságban támadhatunk. 2 perc van az első félidő végéig. Rács Zsófi érkezik jobb szélre. Szabó Fuzsina, Kónya Fanni, Csépke Eszter, Kónya Fanni, Eszter, egy helycsere, Fuzsina kilövi a szaros sarokba. Kozma Panna ugrik be, és a kapusnak talán a első védése, semmi baj, Panna majd a következő be fog menni. Jól vettük észre, hogy ott van szélen, és labda vezetéssel szinte végig viszik, aztán egy, hát én azt mondanám, egy szerencsésnek mondható átadásból Hajzer Emma góljával 16-13, másfél perc van a mérkőzésből. Egy helycserét, Szabó Fuzsina, ebből egy kereszt, Csépkeszter, nagyon jó cselez, nem volt az! Egy nagyon jó testcsel volt, mind a két lába a földön volt, nagyon jó csel volt. Nagyon jó, de jön a sors, velünk van,
és a Kitty is, aki egy jó védéssel visszahozza. Gyerünk már, lányok, támadjuk a falat, lemaradt egy lány, Kónya Fanny, Szabó Fuzsina, nagyon jó bejátszás. Jaj, Fránya kapva, de a kipattanó milyen, Rács Zsófi, az is 2 perc lesz. Rács Zsófi belövi. És ott is éreztem egy 2 perces gyanús visszahúzást, de már a játékvezető ezt nem vette észre, úgy látszik. Bravo Zsófi, nagyon jól egy az egyezet, bátran vitte végig, és 16-14-re módosította a mérkőzés állását. 50 másodperc van hátra, visszaállunk 6-os falra, az Olá Lotti érkezett 3-asba, aki most a beállót próbálja fogni. Középen valamilyen mozgást és időt kér a Szeghalom csapata, a hátralévő 34 másodpercre valamilyen támadó mozgást meg akarnak beszélni. Halljuk, hogy mit mondanak az edzők a lányoknak ebben a kiélezett helyzetben. Rámegyünk az első embernek a bal kezére, de ha közel van hozzá, nem hogy eladjuk a labdát. Rámegyünk a bal kezére, induló csel, és a dobó kezed fele kerül, erről kerülöd meg. Ott kapod az árást tőle, a hátsó középen. Hogyha ha nem tudod bevinni, akkor arra érkezik Neuser, és arra induló, kettes idővel szembe, induló csel balábra, és kifele megkerül. Én hátra jobb vagy a bal hátra megyek. Hátsó közé, ha nyitott, ja, nyitott van, nyitott van. Gyerünk, gyerünk, gyerünk! Kettő ár. Szeghalom! Na, a hajdunálási a csata kiáltása után, akkor tehát 34 másodperc. Nézzük, hogy meg tudják-e oldani a előre megbeszélt támadási variációkat a szeghalmi játékosok. Mi maradunk 6-os falon, Lotti, Szabó Fuzsina, 2-3-as védő. Nagyon jó, eddig sikerül. Megint eljutott a passz a beállóig, de zárt 6-os fal volt, Kónya Fanny tudott segíteni. Újra kis. Tovább, és az a Fránya. Nem hiszem el, nem. És 2 perces kiállítást kap Kónya Fanny, és neki is a harmadik. Mind a mellett, hogy 7 méteres Kónya Fanny is megkapja a harmadik 2 percét. És az első fél időben elveszítjük talán a két legmeghatározóbb játékosunkat. Hát nem így terveztük, nézzük a büntetőt. Cipa Kitty megint eltalálja az irány, de sajnos hárítani nem sikerül. Így a 25-ös számú Kovács Szófia góljával 17-14-re állítja be az első félidő végeredményét. Ezzel véget ér az első félidő. Egy rövid szünet után visszatérünk, és megnézzük, hogy a második félidőben mit tud kitalálni a hajdunálás csapata ez a Szeghalom ellen. Vakcina info. A koronavírus delta variánsa Európa minden országában terjed, ismét emelkedik a fertőzöttek száma. A vírus ellen az oltás jelenti a legerősebb védelmet, kutatások igazolják, hogy Magyarországon a beoltottak kevesebb, mint 1%-a betegszik meg. Továbbá a betegség lefolyása is sokkal enyhébb az oltottak esetében. Mindenki számára van elegendő vakcina, és minden oltás hatékony és biztonságos. Ezért azt kérjük azoktól, akik még nem oltatták be magukat, hogy minél előbb kérjék az oltást. Az oltás működik. Magyarország működik.
Ne add már föl. Jó, gyerünk már. Gyerünk már! Gyerekek, ennyien vagyunk. Szép a létszám. Figyelj! 2-3! Nálás! Rövid szünet után a edző kollégák hosszasan beszélgettek a lányokkal, mind a szeghalmi, mind a hajdunánási részről. Reméljük, hogy két legjobbjunkat elveszítve megpróbáljuk megfordítani ezt a mérkőzést, és meg is tudjuk fordítani ezt a mérkőzést. A játékvezetők még most érkeznek. Készültem ugye a góllövő listával, az eddig elkezdett 10 mérkőzésen Kónya Fanni 57, Lakatos Petra 48, Murvai Lilla 47 góllal a három leggólveszélyesebb a hajdunási serdülő csapatba. Nos, Lakatos Petráról nem volt még szó, egy késsérülés miatt itt van ugyan a lányokkal, itt van és buzdítja őket, viszont játékot nem tud játszani. A három legjobb góllövőnk tehát most a második fél időben nem áll rendelkezésünkre, így Kozma Panna bal szélen, Nulálotti bal átlövőbe, Csép Keszter irányít, Szabó Fusina jobb átlőbe, Rázs Zsófi jobb szélen játszik, és már nem első fél időben megszoktuk, 2 percig ember hátrányban támadunk. A Szeghalom ugyanúgy 6-os fallal kezdi a második félidőt. Mi azonnal egy kereszt mozgással próbáljuk feltörni. Nem! Hát a legrosszabb egy ilyen kezdés, hogy a második félidőt ember hátrányban egy labdaeladással kezdjük, és sajnos ezt megbosszulták. Hajzer Anna szerzett labdát és vitte végig a helyzet. Olálotti elejti labdát, semmi baj, futás vissza, semmi baj, futás vissza. És ott is egy labdalejtés, így meg a miénk. Az is a miénk lett volna. Hát ez a dadogó labdát, ezt kétszer indulásnak nevezi kedves sportás, és nagyon-nagyon sajnos megelégelte a játékvezető, talán ez nem helyes, de a játékvezető ebben a helyzetben 2 perces kiállítást adott a hazai kispadnak a szövegelésért. Most úgy gondolom, hogy igazunk volt, ez a elejtett labda, az egyértelmű kétszerindulás volt, ezt be kellett volna fújni. És hogyha ő is érezte, mint játékvezető, hogy ez hibázott, akkor nem illendő ilyenkor kiállítást adni a kispadnak. Balszélre teszik le, de Kitti nagyszerűen véd. Bravo Cipa Kitti nagyszerűen át a kapuban, és fogta ezt a balszélső zicsert. 4-en támadunk 6 ember ellen, még fél percig. Csipke, Szabó, Rács, Zsófi, tegyük körbe a labdát. Próbáljunk egyezni, próbáljunk kiharcolni. Csipke Eszter tör kapura. Jó, bátran egyezni kell, ölni kell itt az időt. Szabó Fuzsina úgy megint csak emberfölényben szinte esélytelen bemenni, tudnak egymásnak segíteni, de meg kell próbálni cselezni, meg kell próbálni átmenni rajtuk. Szélről kapott labdából mondja Tarni Hadra, hogy beállt a Fuzsina, teszi tovább Csipke Esztert, Rács Zsófi nagyon jól cselez, és ember hátrányban nagyszerűen veri meg az emberét, egy az egyben 7 méterest tud kiharcolni, bravo Zsófi. És 2 perces kiállítás. Olálotti érkezik a csapatunk büntetőihez. Ugye ő a csapat legfiatalabbja. Nagy tehetsége a hajdunánási csapatnak. És sajnos az egyenes fölösült egy magabiztos sarkot választott, de sajnos labdája elkerüli a kaput. Hát ő még nagyon fiatal, és egy kicsit talán benne volt a izgalom. Ember azonosságban 5-5 ellen támad a szeghalmi csapata. Olálottira cseleztek rá, aki mellett már elment, de Csipke Eszter még segített neki. Így szabálytalanság után szabad dobás. Egy beállóval és 4 mezőnnyel játszanak, megint csak törnek rá a kapura, jól cseleznek, és őket is zavarba lehet hozni. Oldalvonalon túl dobják ki a labdát. Így a hajdonási bedobással folytatódott a mérkőzés. Csipke Eszter, Takás Zsonina, Rázs Zsófi van most fent, Lotti balátlövőben, Rázs Zsófi, bátran cselezni Zsófi. Eszter, ott a hely Zsófi, nagyon jól vesszük észre ezt a helyzetet. Bravo Zsófi, nagyon jó helyzetfelismerés volt. Rázs Zsófi 5. góljával, 15-18 a mérkőzés állása.
Még 46 másodpercig ember előnyben vagyunk. Jó lenne egy labdát szerezni. Remélem, hogy a lányok is így érzik. Rázs Zsófi most kettesben, Takán Zsolina jobb szélen, Szabó Fuzsina a hátsó közép. Hát nem tudom, hogy ilyen összeállításban gyakorolták-e a védekezést a lányok. Szerintem nem. Ennek ellenére egy újabb labdaszerzés. Rázs Zsófi, nagyon jó, Szabó Fuzsina. Kérjük a labdát, lányok, segítsünk egymásnak. Látszik, hogy kicsit meg vannak illetődve. Ugye nem nagyon szoktunk ebben a felállásban játszani. Csépke Eszter, Szabó Fuzsina, de ember előny van. Eszter mondja be a mozgást, nézzük, egy helycsere, Olálotték érkezik középre, Szabó Fuzsina pedig futából bátran ellövi, igaz, hogy sáncolják, de akkor is gól a jutalma, hát bátran lőni kell, és abból lesz majd a gól. Bravo Fuzsina. 4 perc telt el a második félidőből, ugye aki esetleg az első félidőről lemaradt, akkor csapatunk két legrutinosabb, legjobb játékosát, talán mondhatom így, 3-3 két perces büntetéssel, piros lappal kiállították, így megfogyatkozva, de 16-18-as mérkőzés állással játszik a hajdunás csapata. Befutással próbálkozik a Szeghalom, nézzük, hogy tudunk védekezni. Hát a kis virág megint megtalálta a rést, de szerencsére nem kapott ezért büntetőt. Meg kell adnunk a 3 métert, ezt nem lesz jó. Megint csak egy az egyezésből, Szabó Fuzsina nagyon jó! Ott maradt vele szembe, és szemből megfogta a labdás kezét. Így kell, gyerünk lányok, keményen védekezni szemből. Ugye két beálló van, a Csépke Eszter a labdás embere vonatkozik, kis törkapura, és megint elugrik mellette. Nem gondolnám, hogy most nem is csinált cselt, így próbált elugrani mellette, ez nem volt. Szabó Fuzsina nagyon jól helyezkedett. Egy hosszú passz, abból a csel, Olá Lotti nagyszerűen fogja meg, bravo Lotti! Látszik, 2 passz van, passzívig, ne lőjék el, gyerünk lányok! Csépkeszel van ott szó szerint a szekhalmi játékos nyakába. Nagyon jó, így már nem annyira. Ugye a megfelelő helyről kell elvégezni, a játékvezető kollégina ezt jól kikéri. És el kell lőni, bravo Kitti! Cipa Kitti 5. védésével. Nyugodtan álljunk meg, adjuk ki, és 16-18 a mérkőzés állással, nem győzöm hangsúlyozni, hogy nagyon jó. 6. percben járunk, Csépke Eszter mutatja a mozgás, hogy mit szeretne kérni a lányoktól. Megint csak egy helycsere, Szabó Fuzsina kerül középre, hol áll Lotti nála a labda? Gyerünk bátran, Lotti kapura! Kicsit dadog az a labda még mindig a kezünkben. Elhangzik a nézőtéről és a kispadról is, hogy hajrá csajok, gyerünk hajdunánási lányok, bátran törjünk kapura, menjünk kapura is, bátran vállaljuk el ezeket a játékokat. Eszter törbe, próbálja Rázs Zsófit helyzetbe hozni. Néha azt érzem, hogy olyan félszegek vagyunk, pedig nagyon jól cseleznek mind a 3 középső lány, nagyon jól cselez, és nem merik támadni ezt a szeghalmi falat. Csépke Eszter kerül oda, és most jól fogják meg. Lassan, sajnos passzívra fogják emelni a játékvezetőket, még 5 passz van hátra. Szabó Fuzsina, Rázs Zsófinak, és lövéssel fejezzük be. Nem is lövéssel, de 7 méterest adnak ennek ellenére. Hát én megmondom őszintén, erre se adtam volna a 7 méterest, de dicsérjük Rázs Zsófinak a nagyon-nagyon jó támadó munkáját. Nagyon jól ugrott be, és újabb 7 méterest harcolt ki. A 7 méteres Szabó Fuzsina magabiztosan most már, ugye ő kezdte a 7 méteres lövést, emlékezhetünk egy kapufával a mérkőzés első perceiben, most újra hozzákerült a labda, és most már nem hibázott. Egy gólos hátrányra jövünk fel, 18-17 a mérkőzés állása, és örömmel látom, hogy a szeghalmi lányokon egy pici megilletődöttség, egy pici tanástalanság merül fel. Eszter nagyon jól védekezik, gyerünk, érjünk oda lányok! Bravo Kitti! És nagyon jól védekezünk. Ott vagyunk a szeghalmi lányok előtt, segítsünk a Kittinek, nagyon jó Szabó Fuzsina, segítsünk egymásnak, jöjjünk lányok. Nagyon jó, egy újabb kivédekezett helyzet. A mérkőzés 38 perce kellett ahhoz, hogy újra támadjunk a döntetlenhez. Ugye a mérkőzés első perceiben hamar elmentek tőlünk a szeghalmi lányok,
Talán a nagy zaj miatt nem hallatszik, hogy milyen mozgást akarnak csinálni. Szabó Fuzsina, hol áll Lotti? Bátran végig Lotti. Tovább Eszternek. Ő ki balszélre, ott már az nem lövő helyzet. Tovább, ott lőni kell, az lövő helyzet, nem is kellett volna már leütni talán. Ezeket a helyzeteket Lotti be tudja lőni, és be is kellene lőnie neki. Aj, de... Dorina egy picit rossz ütembe passzolta oda, Zsófi szeretett volna neki segíteni, zárni. Ő odaadta neki a labdát, és így egy buta hibával újra Szeghalom támad a két gólos vezetésért. Ez a nyitott védekezés eddig nagyon jól működik. Az Eszter jól leköveti a labdás embereket, megvan a labda, bravo Eszter! És labdaszerzés, már a sokadik, Szabó Fuzsina, ott a bal szél! Nem nézünk balra, sajnos Dorina, Rász Zsófi, nagyszerűen cselez vissza a beállónak, Takás Dorina, jól lövi be, bravo lányok! Csépke Eszter nagyszerű védekezéséből alakult ki ez a helyzet, jól ütközött, jól szerzett labdát, onnan pedig egy jó lerohanással, Takás Dorina góljával, 18-18 a mérkőzés állása. Gyerünk lányok, védekezzünk. Ez a nyitott védekezés Csépke Eszter középen nagyszerűen áll oda, és megint csak megvan. És hogyha róla lecsúsznak, a Szabó Fuzsina pedig jól segített neki. Egy lövölcsel után bal szélre teszik ki. Hát, sajnos egy kicsit esetlenül ugyan, de a rövid sarokba belőtte a gólt a szeghalmi bal szélső, ezzel újra ott az előny. Kozma, Csépke, Szabó Fuzsina, törbe. Ezekben a cselekben nem látom Fuzsinánál az oldal irányú elmozdulást. Mutatja neki be a néni is, hogy próbáljon átemelni és próbáljon elmenni a lányzó mellett, mert nagyon ütközik vele, sokat ütközik Eszter, Csépke Eszter, ő viszont nagyon szépen mozdítja ki a védőjét és próbál elmenni előle. Hol áll Lotti? Nagyon jó csel! Nem! Nem volt egy nagyon jó testcsel, és ezt másodjára fújja be a játékvezető lépésnek. Én azt gondolom, ez egy nagyon jó testcsel volt, amelyből a Lotti próbált 1-es-2-es közé támadni. Sajnos a játékvezető nem úgy látta, mint ahogy mi itt többen is. Ismét befutással a nyitott védekezés ellen Olá Lotti lép ki. Nagyon jó, bravo lányok! És megint csak jól ütköztünk, jól fékeztük a szeghalmi Kovács Szófiának a munkáját. És egy labda lejtés újra? Nagyon jó. Remélem, hogy jól látom, de abszolút tanástalanság és fáradtság nyomai a szeghalmi lányokon. Ez a védekezés. És Csépke Eszter újabban nem volt szerencsénk. Nagyon jó, belenyúlt a labdába, de ez a labda szerzés sajnos nem sikerült. A lábára pattant a labda, nem volt szerencsénk. Nagyon jól megyünk a labda fele, nagyon jól próbálunk betörni. És újabb labda szerzés. Bravo Zsófi! Gyerünk, ott az Eszter! Vigyük végig Csépke Eszter! Gyerünk, bátran, ne lassuljunk! Jaj, de kár érte! Semmi baj, Eszter, ne semmi baj, ne fáradjunk! Nagyon jó a lányok, és nagyon szimpatikusan mondják neki, hogy semmi baj, majd a következő bemegy. Tapsolnak és hajtják egymást, ez mindenféleképpen jó látni. Ugye most már elkezdődött a női világbajnokság, tegnap már mérkőzések is voltak, és lehet látni, hogy egy kispadnak mennyire fontos, hogy együtt éljen a pályán lévő csapat társakkal, mennyire fontos, hogy segítsék a pályán lévő lányok munkáját. Hát itt a hajdunánási csapatnál ez abszolút megvan, a lányok egységesen buzdítják a pályán lévőket, és meg is hálálják, egy nagyszerű védekezés. Olálotti ütközött, aztán pedig a bejátszás, Szabó Fuzsina nagyon jó érzékkel kanalazta el. Így megint csak támadunk a döntetlenél. Csépke Eszter kicsit pihenteti a játékosokat, bemutatja a mozgást, mit szeretne játszani. Olá Lotti, kibalszére, Kozma Panna. És eddigiekben, az eddigi mérkőzéseken nagyon-nagyon magabiztosan lőtte a balszélső zicsereket a Panna. Most egy kicsit kiszorított helyzetben volt, és... Talán volt egy kis kontakt is, lehet, hogy egy 7 méterest is lehetett volna fújni, a játékvezető nem így látta. Semmi baj, mert a következő be fog menni. És a szeghalmiaknál egy újabb technikai hiba, de nem tudunk rá lecsapni. Próbál a szeghalmi edző is frissíteni, újabb csere balátlőbe. A
gyorslábú, egy jól cselező lányt hozott Balázs lövőbe. Gondolom a nyitott védekezés ellen próbál egy az egyezni, próbál cselezéseket kieszközölni, és újabb 7 métereseket. De a nánási lányok ezzel a nyitott védekezéssel nagyon jól védekeznek. Olálotti nagyon jól lép ki megint csak. Kozma védekezik nagyon jól. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy nagyon jó a védekezés. Szemben maradunk velük. Állj, most egy kicsit kibillentetted, de segítettünk egymásnak. És újabb labdaszerzés. Bravó, lányok! Zsófi! Próbáltuk gyorsan helyzetbe hozni, de ne engedjük el. Jaj, de jó, még épp időben. Egy nagyszerű védekezés után egy rossz. És teljesen érződik. Én egyetértek a szeghalmi edzővel, bár remélem, hogy nem fogja tudni feltüzelni a lányait. Időt kért a szeghalom csapata. Halljuk, hogy mit mond a nánási vezetés. Sem, te lőtted a kapufára, így felugra szépen kíváncsi, hogy egyenes mellőled, nem történik semmi. Fruzsi, kettesbe átemelés, mondom, mert kifele készül, folyamatosan kifele még, akkor most átemelés fogsz végezni, jó? A Fanni, azok nagyon készített helyzetek, azt ne vállaljuk el. Tessék visszahozni, játszik, és akkor inkább hozod fel a labdát, tehát hogy a labdavezetéssel jössz föl, tovább passzod és befutok belőle, és akkor abból már van egy helycsere. A támadásoknál az irányító üres. De úgy, hogy a Lottinak jöjjön ki, és próbáljunk már meg átlőni Lottit. Jó? De arra figyelj, hogy ne fölé, hanem tessék be. És nem lesz itt semmi baj, a védekezésben felek. Gyerünk már, csináljuk meg, 2-3! Nálás! Nagyon-nagyon jó volt innen fentről látni, ahogy a szeghalmi lányok fejüket lehajtva hallgatták az edzőjük utasításait, a nánásiak pedig szinte égnek attól a vágytól, hogy ezt a mérkőzést megnyerjék és meg tudják nyerni. Abszolút el kell hinni, és akkor sikerülni fog. Nézzük, a szeghalom csapatában nyugodtságra intette a edző kollega a lányokat, hogy nyugodtan támadjanak végig, de egy nagyon jó védekező 6 ember van előtte, akik megakadályozzák ezt. Újra Olál ott ütközik, nagyszerűen, nagyon jó. Az első fél időben rendre be tudott menni a 6-os falnál a Szeghalom 47-es Hajzer Anna nevű játékosa. Második fél időben nem tud oda kerülni, a Olál Otti nagyon jól ütközik vele, és amikor tovább tudja tenni a labdát, akkor pedig besegítünk egymásnak a középen kapura törőn, Rács Zsófi jobb átlövő pozícióból akadályozza meg. Ó, ezt most csúnyán elszámoltuk, de akkor ott van Cipa Kitti, bravo Kitti! Nagyon jól védte ezt a helyzetet. Most egy nagyon szép, talán előre betanult mozgásból hozták helyzetbe a beállót. Kitti viszont nagyon jól védte ezt a helyzetet. Na gyerünk, lányok, gyerünk! A második félidő fele telt el, és egy gólos hátrányban vagyunk. Egy kis tanástalanságot érzek, éreztem most Eszter. Neki, mint irányítónak nem szabad ilyet. Önnála van a karmesteri pálca, neki kell ezeket a megoldani, de Szeghalom is segít rajtunk. Újabb gyors ellentámadás. Esztert fogják meg. Nyugodtan rá, Zsófi próbál betörni. Eszter újra. Jaj, ne adjuk el, nyugalom, lányok, nyugalom, nyugalom. A hazai a kisfagyja is, nyugalom, nyugalom. Jó. Eszter bemondta a mozgást, nézzük, hogy... Aj, nem hiszem el. Megint a lábára passzoljuk a labdát, Takás Dorina. A beállót próbáltuk léptetni, de azt gondolom, hogy annyira fellépnek a beállóval, hogy ez a mozgás ez nem lesz jó, az eddigi helycserék azok teljesen jók voltak, azokat kell tovább csinálni. De Eszter ügyes irányító is látni fogja ezeket. Most már a Szeghalom edzője is kicsit hangosabb fokozatra kapcsolt, és próbálja tüzelni a lányokat, de ők ezt a nyitott védekezésnek nem találják az ellenszerét. Nagyon jó, Eszter, újabb labdaszerzés, gyerünk bátran, gyerünk gyorsulni, gyerünk! Végig, beugrani, és büntetőt harcol ki. Végig futott mellette, és a végén belépett elé, ezért büntetőt. Eszter bátran vitte végig, nézzük Szabó Fuzsinát, csapatunk 7 méteres lövő specialistáját. Nagyon jó, magabiztosan
ugyancsak a visszahúzott alsóba. Ezzel 19-19 a mérkőzés állása. 17 perc alatt ez a nyitott védekezés kettő gólt kapott, kedves nézőim. Kettő gólt. Nagyszerűen védekeznek a lányok. Nagyszerűen. Nagyon jó, és a lövésig eljutnak, akkor pedig a kapuban Cipa Kitti nagyszerűen véd. Gyerünk, lányok, ugyanígy védekezni. Ugyanígy. Az első félőben ezek a jól cselező lányok most meg vannak illetődve, és nem tudnak helyzetet kihasználni. Egy befutással próbálkoznak, de pontatlan a passz. Tartsuk meg! Aj, de jó, hogy lépéshiba volt, sokat lépett, ezért nem lett büntető. Passzív jelzés van, tehát el kell lőniük. Gyerünk, lányok, ne engedjük. Három passz van még. Kettő passz. Itt fog lőni középen a kis. Nagyon jó, sáncoljuk. Rázs Zsófi, Szabó Fuzsina együttes erővel. Nagyon ügyes volt, lányok. Passzív jelzés, egy passz van, tehát el kell lőniük. Menjünk ki a lányokra. Gyerünk, lányok, menjünk oda közel, ne engedjük labdához jutni. Szabad dobás van, úgy látom. Szabad dobás, igen, nem sarok, pedig sarok volt, szerintem sánc volt. Lányok, lányok, figyeljünk, lőnie kell. Lőni fog a kis, sáncoljuk le, sáncoljuk le. Nagyon jó, és ebből a kiélezett helyzetben mellé lőtte. Nagyon jól védekeztek a lányok. Nyugodjunk meg, lányok. 19-19-nél a mérkőzésen először vezethet Hajdunánás csapata. Gyerünk, lányok. Nézzük. Tarni Hadadi Beáta bemondta a mozgást. Lotti. Bátran, lányok, bátran, nem tudok más mondani, bátran támadjuk a falat. Abszolút helyzetbe tudunk kerülni. Szabó Fuzsina! Talán ha be közelebb megy, zicserig mehetett volna, mert volt előtte a hely. Nem baj, nem baj, egy jó átlövés volt, a kapus védte, marad a 19-19. De a második fél időben a védekezésünk kiváló, ezt kell ugyanígy továbbvinni. Bravo, Eszter, ott van Zsófi a labda, segítsünk neki! Kapjuk fel a labdát, gyerünk, lányok! Most már akkor nyugalom, végezzük el ezt a szabaddobást. És újra mi támadhatunk a 20. gólért. Gyerünk, lányok! Jó, megint ezt a keresztmozgást csináljuk. Olálóti kerül középre, jól cselez, próbál bemenni. Szabó Fuzsinát jól fogják meg. Hát így látszik, hogy könnyedén. Mert ugye, ha nincs lendületünk, rá kell törni, kapura kell törni, és ki kell alakítani. A Bea néni által kért átemelés, Fuzsina nagyszerűen medbe védte végig, és talán más is megérdemelt volna ez a támadás. Na nézzük, nézzük ezt a támadást. Eszter, ő magasan feljött meg Olálottira. Csépke Eszter, tör kapura, cselezzünk bátran! Rács Zsófinak, ez egy nagyon jó pont, hogyha kiteszünk neki a labdát, csak próbáljuk helyzetbe hozni, és próbáljuk Zsófit meglövetni szélről. Nagyon jó befutás, Kozma Panna mutatta magát, de nem. Csépke Eszter is már közel kapja a labdát. Rács Zsófi azonban két-három emberen keresztül tör kapura is. Majdnem. Lassan passzív jelzés lesz Szabó Fuzsina, tör rá megint. Próbálja két ember közötti területet megtámadni. Immár passzív jelzés. Figyeljünk, lányok, öt passz van. Kozma Panna fut be. Jól kapja a labdát, forduljunk be. Nem, jól megtartották, nem volt lendület. Nézzük, Olálottinak kell lőni, Olálottinak kell lőni, álljunk oda neki, kérjük a 3 métert, lányok, gyerünk, Lotti bátran. Ó, ez nagyon félszeg, nem elő, nem volt felkészítve a labda. Hát ez egy ilyen ejtésnek minősül az ő szintjén, Lotti ettől sokkal erősebben és pontosabban tudja meglőni ezt a labdát. Hú, és újra az egy, amit ő jól tudnak, ne engedjük őket egy az egyezni. Bravo, Eszter, ott van. Szélre teszik a labdát, nem kellett, ne. Talán ez nem, kicsit túlvédekezte magát a Zsófi, nagyon benne volt, hogy besegít a szélsőnek, és ez így egy 2 perces kiállítás. Nézzük a jó oldalát, fújhat egyet a Zsófi, és nézzük a büntetőt, Cipa Kitti kisvirággal szemben. Ó, millimétereken múlnak ezek a labdák, ott mennek el Kittinek a keze mellett. Kis virág, viszont megszerzi csapatának a 20. gólját.
ezzel a 22. percben 20-19 a mérkőzés állása. Hol áll ott itt Csépke Eszter, Szabó Fuzsina, Takás Zsorina. Ember hátrányban, olyan, gyerünk lányok, csináljunk egy mozgást, és abból egy kapura törést, nagyon közel kapjuk a labdát a falhoz, és nem tudunk cselezni. Valahogy nem találjuk azt a jó támadó-védő távolságot. Kozma fut most be, hol áll ott itt? Csépke, jajaj! Belemenés! Hát ezt nem tudom, hogy a játékvezető hol látta a belemenést. A labdás embernél biztos nem, talán a befutó ember hibázott, és ugye ember hátrányban vagyunk, így visszaállunk öten a falra, Szabó Fuzsina van középen, Olálotti bal átlövőben, és Csépke Eszter jobb átlövő pozícióba próbáljuk megakadályozni a Szekhalmia góllövési szándékát. Ők egy befutás próbálnak eladni, megint balszére teszik ki a labdát, és kettes számú Hajzer Emma újabb góljával, és sajnos a Hajzer Emmába még a Szabó Fuzsina utána nyúlt, lövő kezét hátulról talán meghúzta, és ezért újabb kiállítás. Így most 40 másodpercig négyen fogunk támadni. Lányok, támadjuk végig, próbáljuk végig támadni. Hát ez a legnagyobb butaság, amit én edzőként és innen kintről el tudok képzelni, amikor egy játékos beszél valamit a játékvezetőnek, nem szabad. Nem szabad semmilyet mondani. De a néni is mondja, hogy a játék, az edző beszél a játékosnak, ehhez sajnos nincs. Eszter viszont nagyszerűen próbál kapura törni. Terünk Lotti, bátran, csel, nagyon jó a csel! Nagyon jó volt, így van, kellenek ezek a kapuratörések, segítsünk egymásnak, menjünk oda 3 méterre, közel, Panna. Eszter, nem kell előni, cselezni kell, cselezni, sok szabálytalanságot kialakítani. Hárman védekezünk, még 5 másodpercig, ritka ilyet a kézilabdában látni, 6-3 ellen, de Szekhalom is úgy látom el van fáradva, és nem próbálják gyorsan befejezni ezt a támadást, lassan, komótosan körbeadják a labdát, közben Rács Zsófi megérkezett, így 4-en vagyunk a védekezésben. Így. Nagyon jó, milyen a labda! Gyerünk lányok, érkezzünk vissza! Na, szerezzük meg a labdát! Az Itzerből, kettős kapufából velünk volt a Nánási kapufa, de újra Kiski érkezik középre, és fölélő! Abszolút a fáradtság jelei a szekhalmi játékosokon. Lehet, nincsenek hozzászokva ilyen iramú mérkőzésekhez, vagy ilyen hőfokú mérkőzésekhez, és a mérkőzés 6,5 perc van hátra, a mérkőzésből 6,5 perc van hátra, abszolút sanszunk van, lányok, még így is kettős ember hátrányban, hogy megfordítsuk ezt a mérkőzést. Lotti, bátran lőni! Úgy van, Lotti, hát nem is értem, hogy miért nem kell. Megint olyan félszegen lőtte el Olá Lotti ezt a labdát. Bátran fel kell vállalni és lőni. Gyerünk, lányok, ütközzünk, ott a labda! Próbálok már én is segíteni a lányoknak innen kintről. Még 16 másodpercig 4-en támadunk. Gyerünk, lányok! Lotti lép ki nagyon jól, és megvan a labdás ember keze. Nagyon jó, nem tudta tovább tenni a labdát. Gyerünk, lányok, gyerünk, védekezünk. Újra balszélről ugrik be. Hajzer Emma újabb góljával sajnos sikerült belőniük, így 22-20, ami a jó, hogy újra emberazonosságban vagyunk. És Tarné Hadadi beállta, kér időt, 5,5 percre a mérkőzés vége előtt 2 góllal vezet a Szekhalom csapata. Hallgassuk, hogy ebben a helyzetben milyen, mit lehet mondani a lányoknak, mit lehet tenni. Próbáljuk már meg egy kicsit gyorsítani, mert nagyon lassú. Nem kell extrákat, lehetnek a nyugodtan az emő kereszt, és akkor mondjuk balra a kereszt, és abból Lotti bátran.
vagy nő, vagy tovább passzol. Csak eladott labda ne legyen, jó? De ne bonyolítsuk már, véletlenül nem tudsz kinek passzolni, leütöm, rávezetek, de ne lepődjünk már meg, hogy én ott állok, és be van mondva valami, és nem tudom megcsinálni. Tehát nagyon fontos lenne, hogy kivédekezünk. Ott fenn nem védekezünk, hanem bent együtt. A szélső, ne kapjam el ilyen könnyen volt. Aki veszélyes, a középső, meg a keretes. Arra tessék koncentrálni. Hallhattuk akkor, hogy mit szeretnének a szakvezetők. Mi mindenféleképpen legalább 3 gólt, és az, hogy a hátralévő 5,5 percben mondjuk ne kapjunk gólt, és akkor egy sima egygólos győzelemmel be is érnénk ez a mai péntek délután. Hát remélem, hogy bejön ez a dolog. Szabó Fuzsina bal átlőbe, és Olál ott érkezett jobb átlőbe. Nézzük, hogy a Szabó Fuzsina érkezik középre. Olál Lotti nagyszerűen cselez, menjünk végig! Nagyon jól cselezett megint csak a Lotti, már egy megnyert párharcot állt meg és lassított le. Fuzsina megint próbál egy az egyezni. Csépkesztelnek tesszük ki, miért fúj be, kedves sportás? Talán már helyzetbe kapta volna a labdát az Eszter. Jó, megint jön a mozgás, nézzük, hogy mit játszunk. Ötből Szabó Fuzsina törbe vállalja magára a helyzet kialakítást és a helyzet befejezést. Szabó Fuzsina harmadik góljával 22-21 a mérkőzés állása. Védekezésben ugyancsak maradunk nyitottan. Ezen a nyitott védekezőben Csépke Eszter próbál továbbra is labdát szerezni, labdát halászni és zavarni a Szeghalom támadását. Egy beálló léptetésből kis hosszú passz, és abból ezt nem szabad engedni, hogy ilyen simán cselezzenek, de nagyon jó. Abszolút a fáradtság jelei látható a szeghalmi lányokon, és ennek köszönhetően fölé lőtte. 4 perc van a mérkőzésből, kedves nézőink, és a maroknyi szeghalmi szülő, aki ideérkezett, buzdítja a csapatát, de most azt érzem, hogy Hajdunánás előnyben van. Egy mozdulás, Zsófi kerül középre, na-na-na, menjünk a labdáért! Hajdunánási támadás, tehát a döntetlenért. Szabó, Olálotti, próbál ő is szervezni, egy mozgást bemondani. Fuzsina, Csépkeszter, Szabó Fuzsina, tör rá, próbál lövéssel befejezni, jól lépnek ki hozzá. 3,5 perc van, Takács, Szabó, Olálotti, valamit el kell kezdeni, ugye itt ez is egy picit idegen lehet a lányoknak, hogy ilyen, jaj, reméljük nem történt semmi probléma, egy ártatlan helyzetből, nehogy valami probléma legyen. Ugye ez is nehéz, itt a mérkőzés végén általában a Lilla Petra és a Fanni vállalja magára a góllövést ilyen helyzetben. Most azon valakinek fel kell vállalni. Fuzsina próbál betölni. Nagyon jól megy. Ki próbálja még kitenni szélre. Újra passzív lesz. Nem akarom elkiabálni. Lotti, ezt bátran el kéne lőni. 2 passz. Lőni kell, lányok. Lőni kell. Szabó Fuzsina oda össze kell állni Lottinak. Kérjük ki a 3-at. 1 passz van. Tehát zárni kell a falat és lőni kell. Gyerünk, Lotti. Jó magasra felugrani és lőni. Lőni, lőni. Ura, Lotti. És úgy van! Hát én már láttam néhányszor Lottit kapura lőni, higgyék el, kedves nézőm, sokkal-sokkal erősebben is, és pontosabban is súlyú kapura lőni. Talán itt a nagy stressz miatt egy picit nem úgy sikerült, de mit kell megmagyarázni, hiszen gólt lett belőle. 22-22 a mérkőzés állása. Gyerünk, lányok, védekezzünk, gyerünk, lányok! Megvan a labda, újabb labdaszerzés, bravo Zsófi, nyugalom, nyugalom, el ne adjuk, megvan a labdaszerzés, nagyon jó lányok, 2 perc van a mérkőzés végéig, és Hajdunánás támad a győzelem megszerzéséért. Hihetetlen, szinte hihetetlen ránézek a papíromra, hogy a második félidőben 5 gólt kapott a Hajdunánás csapata. 5 góllal tudjuk tartani ezt a szeghalmot, az első félidőben pedig 17 gólt tudtak lőni nekünk, itt pedig nagyon-nagyon jól, jajajaj. Várjuk meg, idő, áll az idő. Lotti beköti a cipőfűzőjét. Közben van idő arra, hogy a Bea néni mondok valamit Eszternek. Nézzük, hogy milyen mozgás lehet csinálni. 5 jobb lesz.
Nézzük. Lotti Eszternek, a Dorina nagyon jól mutatja magát. Jaj, de kár, hogy belefújnak. Hát ha így megy tovább, megint egy időn túli lövéssel fogunk zárulni ez a támadás. Szépen négy bal talán, úgy látom, négy bal, igen. Kozma lép fel, Szabó Fuzsina cselez nagyon jól, Oláti nagyon jót. Megint az elkiabáltam, hogy már elment mellette. Egy perc és öt másodperc van még hátra. Fuzsina nagyon jól megy végig, bátran Fuzsina. Nagyon jól tör kapura, de szemből találkozott Kissel. Ez egy kőkemény ütközés volt, és így a mérkőzés 60. percében ez már duplán, triplán szokott fájni. Nézzük a... Most teszik fel passzív karjelzésre. Fuzsina nagyon jól megy be. Megint csak magára vállalja a betörést. Nagyon jól tör be kettő ember közé. Bravo Fuzsina, így kell. Semmi baj. Gyerünk, gyerünk. Be kell törni, menni kell. 40 másodperc van. Négy passz van. Olálotti Király Zsófinak, aki... Eladjuk a labdát, ne! Ne, közben. És eladják ők is a labdát. 20 másodperc van hátra. Hajdunánás pedig időt kér. Nagyszerű. Kedves nézőink, 19 másodperc van. A félpályától van szabad dobás, és támadhatunk a győzelemért. Hallgassuk az edzőket. Kitti, fogod elvégezni a szabaddobást. Kanna lemegy a sarokba. Zsófi lemegy a sarokba. Ha emberfogást várható, hogy ki fog jönni a Fuzsira, akkor el kell mozogni nagyon sokat. Neked kell bejönni a labdáért. Eszter, te várd a labdát, és abból viszed egyből Lottinak. Lotti. Jó, erre van, kapod a labdát. Viszed a Zsófinak. Jó? Te próbáld meg ebből tovább passzolni, jöhetsz labda nélkül középre. És te meg megint visszacsenni. Igen. Jobb lövőben. Igen. Eszter, te kapod, remélhetőleg, vagy Dorinától fogja, vissza Zsófi elé. Zsófi, az érkezőnek. Nem tudod passzolni nevetek, és van még egy csere. Akkor én nem tudom passzolni, akkor... Akkor leütöm a labdát. Leütöm, bevezetem. Cselezzek, hogy itt kell zárni. Itt kell zárni. Hogyha nem tudsz passzolni, nézd kapulóra. Kapulóra. Továbbra is a hajdunánási lányokon. Még a Szekhalm csatakiáltás vagy után a hajdunánási lányokon abszolút érződik, hogy meg akarják nyerni, meg tudják nyerni ezt a mérkőzést. 19 másodperc, felrajzoltunk egy figurát, felrajzoltunk egy mozgást, annak néhány lebontását. Nézzük, hogy meg tudjuk-e csinálni. Nagyon bízom benne, egy helycseréből Rázsófi tör rá, Szabó Fuzsina. Áj, keresztül akar menni, gyorsan lövéssel kell befejezni, lányok, 8 másodperc, nem tudom, látják, nem, Csipkeszter vállalja magára, és sajnos el kellett lőni, nagyon jól csinálta ő, időt kér még a Szekhalom csapata, 1 másodperccel a mérkőzés vége előtt időkérés. Jó, kapuból fog érkezni a labda, 1 másodperc van hátra, hát nagyon-nagyon remélem, hogy ebből nem lehet semmi, de hallgassuk meg az edzőket. Kapus kiadással fog folytatódni a mérkőzés, és 1 másodperc van hátra. Hát úgy látszik, hogy nem fel is adta a Szekhalom, ezt a kapura fogja lőni a Szekhalom kapusa, de az idő le is járt. Ezzel mérkőzés végeredménye 22-22. Hát egy nagyon érdekes mérkőzésnek lehetünk, szemtanúi kedves nézőink. Ezek a hajdunánási lányok nagy megmutatták, hogy hogyan kell küzdeni. Küzdésből jelesre vizsgáztak szerintem, és a kézilabda játékból is. Aki
nem látott mostanában izgalmas mérkőzés, akkor most izgulhatott. Az első félidő 17-14-es vendég vezetése után a második félidőben 5 gólt kaptunk ettől a nagyon jó Szeghalom csapatától, és bravúra a három leggólerősebb játékosunkat elvesztve 22-22-re tudtuk kihozni ezt a mérkőzést. Gratulálok a lányoknak, gratulálok a edzőjüknek, és egy rövid értékelésre majd Tarni Hadori Beát meg is kérem, hogy mondja el a véleményet, hogy erről a mérkőzésről, erről a évről mit gondol. Na, milyen volt ez a mai mérkőzés? Hogy éreztétek magatokat a pályán? Hát nagyon izgultam, és meg szerintem a csapatra is nagyon büszke vagyok, hogy küzdöttünk, és tényleg a végsőkig kitartottunk. Egész héten nagyon készültünk rá, és erősen dolgoztunk. Két ellentétes félidőt láthattunk. Fruzsina, hogyan, mi volt az első félidőben talán a hiba? Hát az első félidőben nagyon két játékosra hagyatkoztunk, nem mertünk kapura lőni, nem mertük bevállalni a helyzeteinket, a második félidő pedig a teljesen a másik oldalát mutattuk. Muszáj volt megcsinálni, amit tudunk, és úgy érzem, hogy nagyon küzdöttünk, és ez egy nagyon pozitív dolog a csapatnak, csapat számára, tehát ez egy fejlődésnek a kezdete, vagyis én nagyon remélem, hogy most már ez egy jó irányt fog tudni mutatni a csapatnak. Mit mondott Bea néni, akár a félidőben, akár az időkérésnél? Bea néni nagyon biztatott minket, hogy csináljuk, amit tudunk, és hogy védekezésbe zárjunk egymás mellé. És ezt, amikor meg is csináltuk, akkor bebizonyosodott, hogy Bea néninek igaza van, és hogy tényleg meg tudjuk csinálni. Tudjátok-e, hogy hány gólt kaptunk a második félidőben? 5-5. Nagyszerű, minek köszönhető akkor ez, Fuzsi? A védekezésnek, hiszen mindig is azt mondták nekünk, hogy a védekezés az alapja az egésznek, és az akarat. És mi nagyot küzdöttünk, nagyon akartunk, és a védekezésünk is teljesen összeállt a végére, és nem adtuk fel, és csináltuk tovább. Igazából elég rossz előjelek voltak a héten, mivel több játékosom is megsérült, és gipszbe került, illetve ki kellett hagyni a mérkőzést. Itt tulajdonképpen ők csak a kispadon kaptak szerepet a szurkolásban. Azt tudtuk, hogy egy olyan mérkőzés lesz, ami megnyerhető, de nyilván ez meg rá is nyomta a tét, a bélyeget a teljesítményünkre, főleg az első fél időben. Olyan szerkezetbe kellett játszani, amivel nem nagyon dolgoztunk még, nagyon keveset gyakoroltuk, és azt tudni kell, hogy összességében nekünk összesen 2005-ös születésű játékosunk 4 darab van, a többi mind fiatal, 2006, 2007, 2008-as születésű. Tehát ezek a lányok még most kerültek fel a serdülő korosztályba. Ettől függetlenül a mérkőzés elég rosszul kezdtük, mert nagyon sokat kaptunk, igazából a kapus poszton sem volt mérhető teljesítmény, illetve az első 11-néhány percben legalább 5 kiállítást kaptunk, ez meg is pecsételte a két rutinosabb játékosunknak a sorsát, mivel 2 piros lapot is kiosztottak a bírók. Jelzem, én nem értettem vele egyet, de innentől kezdve meg csak a kis csibéknek kellett játszani. Megmondom őszintén, hogy a második fél időben szerencsére az akarat győzött, mert annak ellenére, hogy rutintalanok voltak, nagyon-nagyon-nagyon küzdöttek. Dolgoztunk együtt, együtt védekeztünk. Nyilván volt több hiba, de ki tudtuk javítani együtt, és kit neki a védekező, vagy a védő munkája is feljavult, úgyhogy a kapus teljesítmény is jobb lett. A mérkőzés közben elmítettem a nézőknek, hogy ez a serdülő első osztály, ez milyen rangos. Hogy itt a legjobb, legügyesebb 2005 és 2008-as születésű lányok vannak. A bajnokságról, az eddigi lebonyolításról tudnál-e mondani, hogyan állják meg a helyüket a lányok? Hát igazából sok az új játékosunk, tehát amikor elkezdtük júliusban ezt a szezon, erre a szezonra való felkészülést, nagyon sok új játékos, 8-9 jött, mindegyik más bajnokságból, más csapatból, tehát első 2 hónapra ahhoz szólt, hogy próbáljuk közös szintre hozni őket, mind erőlétben, mind pedig technikailag, taktikailag. Több tornán vettünk részt. Ez meg is hozta egyébként az eredményt. Az első 2-3 fordulóban én azt mondom, hogy egész jól szerepeltünk. Sajnos utána jött ez a pandémiás helyzet, hogy azok nem játszhatnak, akiknek nincsen védettségük, vagy
vagy nem kaptak oltást, vagy nem is járhatnak edzésre, így este ki játékosok, több is, meghatározó játékosok is, és én azt mondom, hogy a felkészülésünknek, tehát az edzésmunkát mi el tudjuk végezni, meg adott minden körülmény hozzá, de igazából a teljesítményünkre én azt mondom, hogy rányomta a bélyegét, hogy meghatározó játékosok estek ki a rendszerünkből. Igazából a gyerekek szépen dolgoznak, akarnak, csinálják. Én úgy gondolom, hogy ősszel már sokkal rutinosabbak lesznek, és akkor remélem, hogy több pontot sikerül majd összegyűjteni. Tavasszal akkor elmondható, hogy mik a minimális céljaitok akkor, hogy tudunk erről beszélni? Én mindenképp a bemaradást beszéltük meg az elnök úrral. Ehhez körülbelül 3-4 mérkőzést még, hogyha tudunk nyerni, azért a hazai pályán az remélhetőleg sikerül, akkor bent tudunk maradni. Hogyha nem, akkor meg a serdülő másodosztályba fogunk indulni, nyilván az sem kis tétel bír, mert tavaly, meg tehát pár éven keresztül ott játszottunk, és ott is azért elég nívós csapatokkal találkozunk. Azt gondolom, hogy akik most velünk tartottak, nagyon jó programot választottak, egy nagyon izgalmas, roppant jó mérkőzést láthattak. Egy nagyon pici múlt, hogy a hajdúránosi lányok ne nyerjenek, de reméljük, hogy tavasszal több győzelemben lesz majd részük. Köszönöm a figyelmüket, további szép estét, viszontlátásra!